Nem mindennapi manővereket hajtottak végre Szendi Norbert paksi rendőrzászlós és Csasznyi Dániel bonyhádi rendőrfőtörzsőrmester az országos baleseti helyszínelő versenyen. A Tolna megyét képviselő egyenruhások a háromnapos megmérettetésen 42 társukkal mérték össze szakmai és gyakorlati, valamint kressz tudásukat. Összetettben a középmezőnyben végeztek a megye rendőrei, és vezetéstechnikai különdíjban részesültek. Hiba pont nélkül és a legjobb idővel sikerült végrehajtaniuk a vezetéstechnikai feladatot, melynek végrehajtásánál ráadásul nehezített körülmény volt az esős, csúszós idő. Szendi Norbert 17 éve rendőr, 2007 óta baleseti helyszínelő. Megkülönböztetett jelzést használó vonulásuknál számos technikai elemet használnak élesben is. Volt, mikor kereszteződésbe nem vettek észre, akkor jól jött a holland kapu, ez a kikerülési manőver. Meg hát volt, mikor egy segédmotorkerékpáros állt az út szélén, és a szembejövőtől későn vettük észre, tehát sok minden előfordult már. Ahogy az őket kísérő osztályvezető fogalmazott, a bajnokok sokkal jobb reflexekkel rendelkeznek, mint egy átlagos sofőr. Tolna megyében az ő képzésükre is azért nagyobb figyelmet fordítanak, tehát a mind az alap és mind az emeletszintű képzéseket megelőzően, illetve utána is vannak különböző lehetőségek arra, hogy a kollégák ezt gyakorolják, és védett pályán, védett környezetbe a szolgálati gépkocsival különböző manővereket gyakorolhassanak és tanulhassanak meg. Tehát ez már eleve egy jó alap arra. Tolna megyében eddig idén, de az elmúlt években is elmondható, 15-20%-kal kevesebb baleset történik évente.